Köszöntöm a kedves nézőket Bad Griesbachtól Nagy Tarcsáig, Desktől Nihaldig. Ez itt az Echo, nemzetünk televíziója, a magyarság visszhangja. A budapesti közlöny hivatalos lap 1921. július 31-én vasárnap 168. számában rendkívüli kiadásként hozta le az 1921. évi 33. törvényciknek. A Magyarországgyűlés itt franciásan nemzetgyűlés által elfogadott szövegét. Ezt tartom kezemben. Pontosabban az eredeti francia szöveg fordítását közölték le, párhuzamosan a franciával, a végén pedig angol nyelvű összefoglalóval. Ez a trianoni békeszerződés. Egyes szám ára 40 korona, mint a lap alján látható. Nyomatott az Athénéum RT könyvnyomdájában, Budapest 7. kerület, Rákóczi út 54 szám alatt. Amikor először elolvastam az euróatlanti antanti mocsokságnak ezt a rettenetes bizonyítékát, legelőbb az lepett meg, hogy a közel 100 oldalas írományban kevesebb, mint 4 oldal jut Magyarország szétdarabolásának, a magyarság elpusztításának. Letudták ennyivel. A többi oldal a megmaradt csonka Magyarország kifosztásáról, életképtelenné tételéről szól. Oldalakon át részletezik, mit kell elvenni Magyarországtól, mit kell befizetnie Magyarországnak az első világháborút szerb terroristák által kirobbantó, az akkori Al-Qaidát, a szerb terrorista hálózatokat támogató brit, francia, amerikai imperialistáknak. Mert emlékeztetem önöket, 1914-ben a britek és a franciák az osztrák-magyar trónörökös párt Szarajevóban meggyilkoló szerb terroristákat karolták föl, a terrorizmust pártolták. A szerződés szerint Magyarország a Magyar Királyság kétharmadát, a magyar gazdaság, ipar, mezőgazdaság, vasút, bányák, erdők, hegyek kétharmadát, a magyar ajkú lakosság több mint egyharmadát elcsatolták. De ez csak pár oldal mindössze az euróantanti, atlanti aljasságban. Viszont egész oldalakat szenteltek annak ezek a kis stílű tolvajok, hogy Magyarország mondjon le például Belgiumról, Luxemburgról, Schleswigről, Oroszországról. Mi több? Nézzék csak, a 72. cikk szerint a brit, francia, amerikai és egyéb euróantanti, atlanti hatalmak kifejezetten fenntartják Oroszországnak jogát arra nézve, hogy Magyarországtól a jelen szerződés elvein alapuló minden térítést és jóvátételt megkapjon. Tetszenek érteni? A brit, francia, amerikai, euróantanti, atlanti szövetség a bolsevik, cárgyilkos és népírtó kommunista Oroszország védelmében lép föl, és minket, magyarokat kötelez a jóvátételre, a bolsevik, cárgyilkos, népírtó kommunista rezsim számára. Elképesztő. Amidőn az orosz hazafiak elkeseredett harcukat vívják, a fasizmust messze leköröző gyilkosok ellen, amidőn az orosz ellenállók végső csatába indulnak a bolsevikok ellen, az euró-antanti, atlanti, francia-brit-amerikai trojka és csatlósai a bolsevikokat támogatják. 1920-ban, amidőn a trianoni ocsmányságot megalkották, és 21-ben, amidőn ráparancsoltak a megmaradt Magyarországra, hogy azt hivatalos törvényként iktassa be. Ennek volt a folytatása, hogy az euróantanti, atlanti, amerikai, francia, brit trojka később persze, hogy a bolsevizmussal szűrte össze a levet Teheránban, Jaltában, Potsdamban. A szocializmus 100 millió embert írtott ki a földön. Hitlerhez képest sokszorta annyit. A nácizmushoz képest sokkal tovább és szabadon.
Mégis a liberális demokrata, amerikai, brit, francia trió úgy látta jónak, hogy a hóhérokkal kössön üzletet. Így aztán 1956-ban is persze, hogy cserben hagytak bennünket, hiszen eladtak már rég a bolsevikoknak kilóra. Aztán így folytatja a trianoni diktátum. Le kell mondanunk Marokkóról. Nevetséges. Le kell mondanunk Egyiptomról. Természetesen a britek javára. 1956-ban bizonnyal ezért nem értették az orosz katonák Pesten, hogy a Duna partján bújnak ki a tankjukból, amikor a Nílus partján kellett volna. Bezzeg a brit katonák, a Nílus partján nem csodálkoztak, hogy ők nem a Duna partján harcolnak, értünk, a bolsevikok ellen, ugyan? Mi mindig ellenségük leszünk, és nekünk ők mindig ellenségeink, rosszakaróink lesznek. Euróantant, kisantant, szlovák, szerb, román szövetségesekkel körülöttünk. Aztán a trianoni szerződés szerint, folytatom, le kell még mondanunk Sziámról. Sőt, Kínáról. Tragikomédia. És íme a térkép a megcsonkított Magyarországról. Ennyi marad egy virágzó európai keresztény államból, amely évszázadokig föltartóztatta a törököt, miközben a franciák a török szultánt támogatták a britekkel a hátuk mögött. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. Rád fájt a foguk már kezdettől, a pozsonyi csata óta. Arany és ezüst bányáidra, termőföldjeidre, erdeidre, vizeidre. És ma mennyivel másabb most a helyzetünk, kedves nézőim? Kik is ítélkeztek az ezer éves Magyarország, a sok ezer éves magyarság fölött Párizs mellett Versailles-ban, a Trianon palotában? Sorolom. Észak-amerikai Egyesült Államok, vagyis az USA. Brit Birodalom. Franciaország. Olaszország. Japán. Ezek mind főhatalmak. Megjegyzem, alig pár évre rá Olaszország már Magyarország szövetségese, sőt támogatója az igazságtalanság rendezésében, előbb, mint Németország, amely akkor is inkább a mi közép-európai kisantant ellenségeink pártját fogta. Mert már akkor sem németek diktálták a magyar ellenes divatot Berlinben. Ellenben Olaszország kitartott mellettünk. Etruszk rokonságunk és kultúránk fölülírta az angolszász francia barbárságot. Japán. Meglepő, hogy Japán is trianoni ítészünk, hiszen testvérnépünk ősidők óta összeköt minket a múlt, a hun időkből.
Ha a Trianonban a pillanatnyi hatalmi érdek így is diktált, utóbb szövetségesek lettünk Japánnal. Alább a Trianonban ítélkező főhatalmak csatlósai következnek, a szolgák. Belgium. Vallom, hogy a vallon francia érdekű, a flamand pedig örül, ha éppen nem nácizzák le. Kína. Ősi ellenfelünk és szövetségesünk, még a hun időkből. Kínának ma is kiszemelt célpontja, finomabban szólva célországa vagyunk itt, Európában. Kína nem tudja megbocsátani, hogy a világ legnagyobb szabású építkezése, a nagy fal is hiába való volt ellenünk. Mi, hunok, megkerültük. Kuba. Hát annak meg mi baja volt velünk? Semmi. Csak hát nem ő diktált. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Görögország. Antant híd főállás. Ortodoxa órajárás. Nicaragua. Hát ez egészen elképesztő. Neki aztán végképp nem volt köze hozzánk. Mégis Nicaragua döntött arról, hogy Kassa, Pozsony, Eperjes, Kolozsvár, Nagyvárad, Munkács, Ungvár, Nagyszőlős, Marosvásárhely és Csíksomjó nem lesz többé magyar. Nicaragua. Rettenetes, nem? Mi mikor döntöttünk, magyarok, Nicaragua határairól, hovatartozásáról? Panama. Mentségére szóljon, annyi Panama után amerikai megszállást nyögött, hát a trianoni lúdtollat nem neki kellett mozgatnia. És most egy meglepetés. Lengyelország. Bizony, Lengyelország is Magyarország földarabolására szavazott, és ezt pöcsétes aláírásával szentesítette Szapieha herceg úr, rendkívüli és meghatalmazott miniszter, valamint Pilc úr, rendkívüli és meghatalmazott miniszter. Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát, tartja az együgyű versike. Polák-venger, dvábratánki, ido pitki, ido szlánki, ha jól idézem lengyelül. Trianonban a lengyelek is hóhéraink voltak, bizony. Holott évszázadokon át együtt voltunk jóban, rosszban. Holott ősi rokon szenv köt össze minket. Az igaz, hogy a lengyelek két világháborúban antant pártiak voltak. Igaz, Csehszlovákiát a lengyelek Hitlerrel együtt osztották föl. És aztán 1939-ben Lengyelországot a németek a szlovákokkal együtt támadták meg, kirobbantva a II. Világháborút. Mi viszont szembeszegültünk ezért Hitlerrel, befogadtuk, elhelyeztük, segítettük a lengyel menekülteket, mint mindig. Noha Lengyelország a brit-francia-amerikai trojkával együtt részt vett a magyarság eltiprásában, megszavazva a trianoni szerződést. És a britek, a franciák egy puskát sem sütöttek el 1939-ben lengyel szövetségesük mellett. A lengyelek máig adósok nekünk pár magyar településsel, amelyeket a felvidéki Árva és Szepes vármegyék szélén megvettek a csehszlovákoktól. Orgazda módjára. Ha a lengyelek valóban barátaink, hát visszaadják jelképesen ezt a néhány magyar falut ott, a mai lengyel-szlovák határon. Nekik nem jelent sokat, nekünk viszont hazánk visszaszerzésének kiinduló pontja lenne. Magyarország piemontja. Ha kitűzhetjük a magyar zászlót ott, a magyar templomokon, a felvidék határán, a mai lengyel-szlovák határon. És a magyar nép valóban örökké hálás lenne a lengyeleknek. És igen, lengyel-magyar valóban két jó barát volna. Fenyő, fenyő, jaj, de magas fenyő, miért csillog a könyv a gyémánt szemeden? Fenyő, fenyő, jaj, de magas fenyő, miért zúg a szél ott fenn a